Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket, ismét találkozunk. Jó volt a legutóbbi alkalommal is beszélgetni, gondolom, hogy valami mégis megragadt a szívetekben, amikor Dávidról volt szó, a győzelmes Dávidról, meg a bosszankodó, irigykedő Saul királyról. Most egy fiatal emberről kezdek beszélni, így hívják, hogy Jonatán. Ez Saul királynak kiváló harcos fia volt. Saul nagyon szerette magával vinni ezt a fiát, mert bátor volt, mert erős volt. Nem ijedt meg könnyen az ellenségtől. Ki is volt az ellenség? Hallottatok már ugye a múltkor is róla? Hát a filiszteusok, ahol a nagy Góliát élt, a nagy erős ember, a nagy páncélban, meg a pajzsokkal, emlékeztek rá, ugye, hogy milyen verekedős harcos nép voltak a filiszteusok. Már eltűntek a történelem színpadáról, nem kell tőlük félni. Nos, hát Jonatán valamiért otthon van, otthon ül, és szomorkodik. Szomorú. A szívében érez valami szomorúságot. Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy a legjobb barátja Dávid, amint már a múlt alkalommal is beszéltem nektek, hogy Saul nem csípte Dávidot. Valahogy nem tetszett neki. Irigykedett rá, haragudott rá, pedig ez a szegény Dávid semmit nem ártott, csak a hazájára hozott dicsőséget. És ez a megdühödött Saul, aki a virágcserepeket összetörte a szobájába, beszéltem erről, a múltkor már térdig járt az összetört virágcserepek szilánkjai, darabjai között, reszketett a dühtől, és Dávid felé dobta a dárdáját, hogy halljon meg ez a komiskölyök. Dávidka, a kedvenc, pusztuljon a szemelem elől. És Dávid megértette, hogy Saul itt nem cicázik, hanem nagyon komolyan gondolja, hogy őt megöli, meg fogja ölni őt. Vagy akkor, amikor alszik az ágyban, vagy meglesi azt a váratlan pillanatot, és megöli, vagy szól a katonáinak, hogy öljék meg Dávidot. És nagyon szomorú volt Jonatán, hogy a legjobb barátjának el kellett menekülnie otthonról. Ők a legjobb barátok voltak, nem tudom, hogy a föld kerekségén volt-e két ember olyan bensőséges, szeretetteljes barátságban, mint Dávid és Jonatán. Mind a ketten harcosok voltak. Jonatán királyfi volt, Dávid pedig egy juhásznak a fia volt, de ügyes harcos volt. És valahogy, ha kiment a harcmezőre is, mindig sikerei voltak. Ügyesen forgatta a fegyverét is, és legyőzte az ellenséget, aki a hazájába betört, és mindent igyekezett elvinni, elrabolni. Nagyon jó barátok voltak. Sokszor egész éjfélig beszéltek
a holdvilágos éjszakában ültek ott a palotánál, és beszélgettek a harcokról, a győzelmekről, és hogy nagyon közel álltak egymáshoz. Soha meg nem sértette Jonatán Dávidot. Nem volt olyan nap, hogy Dávid megsértette volna Jonatán. Nem beszéltek egymás háta mögött rosszakat, hanem szerették egymást, segítették egymást. Nagyon kedves volt ez a barátság, és Saul tudta, hogy ők milyen jó barátok, és bosszantotta, hogy a fia ebben a senkiházi Dáviddal, hogy milyen jó barátságban van, és haragodott sokszor a fiára, mondta neki, ne barátkozz már azzal a gyerekkel, nem hozzád való, te királyfi vagy, ő meg csak egy juhásznak a fia, hát mit akarsz vele? De ők lélekben nagyon egyek voltak, és ez a Jonatán fiú ezt tudta, hogy Dávid lesz majd a király, és nem ő. Jonatán le tudott mondani a királyságról, mert ő lett volna egyébként a király, ha meghal az öreg Saul, akkor ő lett volna a király, de azt mondta, hogy Dávid ügyesebb, Dávid alkalmasabb a harcra, és hogy sok győzelme van, én nagyon elmaradtam mögötte. Legyél te a király? Lemondott, ó, nem tudom, hogy ha ti ilyen helyzetben lennétek, gyerekek, hogy azt mondanák, hogy fiam, te leszel a király. Hogy le tudnál-e mondani, és azt mondani, hogy nem én, a barátom jobb, ügyesebb. Nos, hát nagyon mély volt a barátság közöttük. Aztán hát Dávid elmenekült, Jonatán otthon maradt, és lehetett hallani valami zajt, valami idegen zajt lehetett hallani. A filiszteusok készültek a háborúra, összegyülekeztek a harcmezőn, összegyülekeztek, és fenték a kardjukat, a dárdáikat, készültek a harcra, hogy legyen éles fegyverük, hogy könnyen el tudjanak bánni az Isten népével. A Dávid rokonaival, a Dávid népségével, hogy ők könnyen el tudnak bánni. És gyülekeztek, szálingóztak az emberek, mindenki katonaruhát vett magára, volt, aki sisakot vett magára, mellpajzsot, és védte magát, akkor még golyóval nem lőttek, nem ismerték az ilyen fegyvert, de nagyon csúnyán egymásra tudtak támadni az emberek, és hát gyülekeztek. Meghalott a Jonatán. Hú, mi lesz itt? Dávid elmenekült. Apám meg én állunk majd a hadsereg élén, hogy mennyire hiányzik Dávid. De hát apámnak nagyon kemény a szíve, nem lehet meggyőzni őt semmiről. És Jonatán mondta Saulnak, apukám, ó király, nagyon, nagyon nagy sereget látok. Nagyon kemény, erős emberek jönnek az első sorban, fegyverrel dühönkenek, szikrázik a szemük a méregtől, látom, jaj, mi lesz, hogy fogunk megküzdeni? Hogy fogunk megküzdeni ezzel az ellenséggel? És Saul is félt.
félni kezdett. Nagyon félt, reszketett. Reszketett a szája széle. Annyira félt, hogy mi lesz itt. Nem bízott magába, hiszen beismerte most, hogy hát míg Dávid 10 000 embert, ellenséget legyőzött, addig ő nagy nehezen talán 1000-et. Hát mi lesz most? Előzte Dávidot. Ők ketten állnak majd a harcosok élén. És annyira félt, hogy a késő esti órában elhatározta, hogy elmegy egy jósnőhöz, egy halott idézőhöz, és hogy megkéri őt, hogy mondjon neki valami bátorítót, hogy erősítse meg őt erre a harcra. Nagyon érdekes, hogy Saul így döntött. Ugyanis korábban a Biblia szerint tiltotta a jóslást. Sőt, megölte azokat, akik halottakat idéztek, és azoktól akarták megtudni a jövőt, vagy ha nagy problémájuk volt, akkor hát ilyen halott idézőkhöz, jóshoz fordultak. Ez az ember annyira megváltozott, hogy most már félre lökte a Bibliát, nem számít, hogy mit mond az Isten, hanem hát, hogyha kap valami erősítést, érezte, hogy ő vele már nincs Isten. Hát ő benne annyi sok gyilkos indulat van, és annyi gonoszság van, hogy ő magára maradt. Saul szívesen elvitte fiát, Jonatánt a harcmezőre, bátor, erős fiú volt, magával vitte, és felálltak csatarendben. Jöttek egymás után, egyre gyorsabban jöttek a filiszteus harcosok, erősek voltak, izmosak voltak, nagy hangon kúrjongattak, ezzel is meg akarták félemlíteni Isten népét, Isten harcosait. A filiszteusok nagyon keményen harcoltak, az emberek százával hullottak el a nyilaiktól, az ő támadásaiktól, gondolkodás nélkül ráruhantak az emberekre, és a szívükbe szúrták a dárdát, és a földre lökték őket, mint egy rongybábut. Belerúgtak, és tovább mentek. Fiatal fiúk korán meghaltak a harcmezőn, mert nem kíméri a háború a másik embert. A háború szörnyű dolgokat művel. Százával hullottak el az emberek a harcmezőn, a filiszteusok fegyverétől. A Gilboa hegyén folyt a harc. Saul oda menekült a fiával a Gilboa hegyére. Volt ott egy pár katona is, a katonái, Saul katonái, amik tudtak, harcoltak a hazájukért, de Isten nem volt velük, mert Saulnak a szíve elfordult, és gonoszszá lett. És képzeljétek el, hogy Saul ott reszketett, és a szeme láttára megölték a fiát a filiszteusok, megölték ezt a kedves fiút, Jonatánt, meghalt szegény, elvérezett, sírt, Dávidra gondolt a barátjára. És aztán látta Saul, hogy közeledik egy nagyon erős filiszteus, rá akar rohanni a fegyverével, és akkor
Saulba volt egy gőg, hogy ne a filiszteus jöjjön meg, inkább elővette a kardját, és belehajlott, beledobta magát a kardjába, magába szúrta a kardot, hogy halljon meg, sőt, még egy szolgáját kérte, hogy gyere, fiam, és nyomd mélyebbre bennem ezt a kardot, hagyj halljak meg, nem akarom, hogy a filiszteusok öljenek. Saul öngyilkos lett, a nagy, nagy hangú ember, aki Dávidot meg akarta ölni, elveszett a harcmezőn. Aki nem hallgat az Úr szavára, az vereséget szenved. De hogyha mi hiszünk az Úr Jézus Krisztusba, és hallgatunk arra, amit mond, akkor ő velünk lesz, megállt bennünket, és fogja a kezünket, és győztessé tesz minket. Saul és a fia meghalt. Majd aztán valaki elfut Dávidhoz, és közli vele a szomorú hírt, hogy a legjobb barátja meghalt a harcmezőn.